Mátyus föld és a jó palócok földje, annak sok dombja, lapája, völgye. Csallók köz és bodrok köz rónasága rég belefáradt az örömvárásba velünk együtt, akik még megmaradtunk, akiknek még magyarul szól az ajtunk. Ha itt és most megjelennének az 1848-49-es forradalomi szabadságharc résztvevői, vajon mit kérdeznének meg tőlünk? Vajon mit mondanának március 5-i parlamenti választások végeredménye kapcsán? Eddig ilyen kevés magyar parlamenti képviselője nem volt közösségünknek, mint a márciusi parlamenti választások során lett. A távol maradtak nem a magyar politikusokat büntették meg, hanem saját magukat. Egyik szlovák politikai párt sem fogja tálcán kínálni jogaink bővítését, egyik szlovák politikai párt sem fogja magyar közösség érdekeit képviselni, a szlovák többség érdeke ellenében. Bízom abban, hogy a magyar közösség kitör a közönyből és a kis hitűségből, a politikusok képesek lesznek párt érdekek fölé emelkedni, és a magyar közösség érdekeit szem előtt tartva megállapodni. Szabadság, szeretet, e kettő kell nekem. ...1848 a népek tavasza volt. Európai népei megunták a reménytelen várakozást. A nemzeti forradalmunkat megelőzte egy csodálatos időszak. 1823-ban születik meg a magyar himnusz. Vörös Marti Mihály 1836-ban írja meg a szózatot. 1841-ben létrejön a nemzeti kör, és már évtizedek óta működnek az ország felvirágoztatására olyan óriások, mint Széchenyi, Deák, Veselényi. Nemzeti íróinkról és költőikről már nem is beszélve. Ez az oka annak, hogy a március 15-i forradalmi hangulat a magyarságot voltaképpen felkészülten érte. Van azonban az 1848-as nemzedéknek máig adó üzenete az utódok számára. Mindenek előtt az, hogy a nemzet és a jövendő nemzedékek érdekében élnünk kell alkotmányos, valamint polgári jogaink. Politikai érték érvényesítésekkel kiállni a minden embert megillető jogokért, az anyanyelv használatáért és a tanszabadságért. Ez pedig csak összefogással, egységes képviselet megteremtésével lehetséges. A nép legyen bizalommal választotta iránt. Ezek pedig tartsák a bizalmat minden egyéb megtiszteltetésnél becsesebbnek, s a nép érdekeit sehol és soha el ne felejtsék.